Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Greencat és Do It Yourself, és hát bele fogunk végre abba, amiről eddig csak beszéltünk, végre gyakorlati fázisba lép az elmélet, legalábbis a rombolást illetően, ugye? Így van, hát megmutattuk eddig, hogy hogyan kell föltérképezni azokat a részeket, ami egy házbontásakor nagyon fontos, és akkor most a valóságba öltjük ezt, és megmutatjuk, hogy hogyan bontjuk mi ezt le. Ami inkább látványos, mint szakértelmet igénylő munka. Igen. Beszéltünk nagyjából a tervekről, hogy mit szeretnénk, ugye ezt érdemes a bontás előtt átgondolni, mert hogyha falakat akarunk kivenni, akkor azt előre nyilvánvalóan, tehát ne akkor, mikor feltettük a csempét, ne akkor próbálkozunk meg vele. Úgyhogy ezt jó előre érdemes átgondolni, mit szeretnénk, mi is ugye így tettünk, ahogy megmutattuk nektek. Tudjuk, hogy miket szeretnénk kivenni, mit szeretnénk fölvenni, parkettát fogunk most fölfeszgetni, falat fogunk kiverni, szóval elég sok minden fogunk várható. Elég sok minden, hát a fűtésrendszer az nullára kitörlődik a házból, fölszedünk minden padlózatot, ahol stabil alapot találunk, azt nem fogjuk bántani, de hát ugye már tudjuk, hogy kő, azaz beton alapzata van a egész szobáknak, fölül milyen tetőszerkezet van fölöttünk, úgyhogy most már csak a... Igen, nagyjából a lényeget már tudjuk ahhoz, hogy elkezdhessük jól a bontást, úgyhogy szerintem kezdjünk is bele, mert mindenkinek él a kezében a kalapács, úgyhogy jó, hajrá! Hát és egy jó tanács, hogy amit tüzelőnek lehet használni, azt mi mind külön rakjuk, ennek okán azért kezdünk a parkettával előbb, hogy ne hújjon rá semmilyen szemét, és akkor szépen sorba kipakolunk utána. Így van, kezdjük!
Nos, hát az első bontási nap végére értünk, gyakorlatilag az összes padlót felszedtük, ami csak létezik. Csempéket levertük. Így van, radiátorokat levágtuk. Radiátorokat levágtuk, így van. Igen. Igen. Igen, és hát volt egy dolog, ami meglepett minket útközben. Hát, egy kis időkapszulát találtunk. Alig várom, hogy átelemezzük amit még jobban. Amit még érdemes lenne azért egy kicsit átnézni, úgyhogy ide hoztuk, hogy még itt a végszóban egy picit átnézzük. Igen, nem gondoltam, hogy a alapkör letételnél ilyen időkapszulát helyeznek el, de hát meglepetésként ért minket. Úgyhogy akkor vegyük is át részletesen. Kicsit elemezzük át, igen. Ugye, mint ahogy beszéltünk róla, vannak itt benne korabeli képek. Néhány fekete-fehér fotó, saját fekete-fehér fotó vélhetően, ugye? Tehát ezek igen, valószínűleg saját fényképek lehetnek, vagy lehettek. És egy pár színes képes lap, ami inkább rajzolt, szerintem. Nem. Legalábbis, vagy ilyen fotójelleg. Ez például ez teljes mértékig fotó rajta. Ez egyik egy Trabant kombi, a másik pedig egy nagyon jó hallású Warburg. Igen. Tehát, hogy nincsenek annyira eltúlozva az autók. Egyébként a városról van néhány korai kép, úgyhogy ezek érdekesek egyébként, és a legérdekesebb. Igen, a háznak a... Igen, mielőtt mindent leejtettem, de ez viszont megvan. Ezt lerakom. Rak le, odaért átra egy picit. A háznak a... adásvételi szerződése, mondhatjuk így? Igen. Illetve ez még nem a házé, vagyis az él a házé, ami itt volt. Ez valószínű, hogy azért lehet, mert ez az épület, ez 72 környékén épült, igen. Tanúsítja ezt az állapota, ugye? Igen. És ez pedig egy 1948-as adásvételi szerződés, ahol 600 forintért vásárolják meg ezt az ingatlant. És gondoljunk bele, hogy 3 forint volt az illetékbélyeg, tehát hogy a viszonyításképpen, igen, hogy mi is történt tulajdonképpen, de hogy a lényeg, hogy valószínűleg itt vált egy kis parasztház, ami megvettek, lebontották, és akkor igen, úgy... Igen, és hát akkor a nagy építkezések idején, amikor igen, minden család építkezett, és mindenki egyforma házat, akkor valószínűleg... Igen. Akkor fölépíthették, és ez úgy hiszem, hogy a család tulajdonába akkor került, amikor... Igen. Valószínű még valamilyen nagymama vagy valaki igen, vásárolhatta, és akkor később ezen a telken építették meg ezt a házat, és elrakták ebbe az időkapszulába. Roppant érdekes egyébként, hogy ilyen papírokat ma még az ember... És milyen gyönyörű kézírással írva az egész, minden bejegyzés a hátulján, ami kell, kifizetve az illeték, határozat, hogy beegyezhetik a tulajdont, és minden fontos dolog itt található. Úgyhogy érdekes. Zseni. Szerintem ezt megőrizzük. Én azt se tartanám teljesen rossz ötletnek, hogyha majd a kész házban valahol ez helyet kapna. Egy képkeretben vagy bármiben. Bekeretezve, igen. Uh-huh. Hát ezen látszik, hogy mennyi idős. Tehát ez azért... És azok az aláírások is teljesen korhűek. Hogy valamit azért őrizzünk meg a múltjából ennek a dolognak, és akkor van itt még a dobozban valami, ugye? Ezen csodálkoztunk meg a legjobban, hát gondoljuk, hogy a legfiatalabb versenyző is hozzátette azt, amit szeretett volna, ugye ez már ott kiderült, hogy ez nem feltétlen jó. Igen, hát a rozsda az erőt vett itt rajta, és a rugó az egy kicsit megbicsaklott ennek okán. A többi helyen viszonylag bírja, és bírta a strapát. Hát, aki ezt a korszakot ismeri, annak biztosan volt ilyen. Igen, abszolút. Tehát ez azért egy elég jellemző játéka volt szerintem ennek a korszaknak, meg azért voltak még ebből a lemezből készült játékokból elég sok minden. Voltak, és hát idén van a következő. Ja, hát igen, még van egy kis autó, ugye? Így van a következő lemez gyöngyszem. Ez... A hangja magáért beszél. A hangja az teljesen olyan, mintha azóta nem tologatták volna, de határozottan jó állapotban. Szóval ilyen nekem is volt. Igen. Az én időmben, aztán mind a kettő. Hát, nagyon nagy emlékek. Egyszer talán még ezt is megcsináljuk, hogyha odáig jutunk, hogy már nincs ötletünk, hát, akkor majd ezt megjavítjuk. Igen, hát az idők vihara megviselte. Hát nem tudom, lehet-e ezt újra rugózni. És valami megoldás biztos. És ére annyit nem tudjuk. Na, és akkor még a pénzért még. Igen, pár pengő még volt benne, vagy nem pengő, forint, ez már forint volt, igen. Itt a levágott lakatunk, itt a kulcsa a bohóznak, de hiába. Kár. Igen, és akkor a pénzérméket elemezzük már ki. Tartsd a markod. Ezért. Népköztársaság fillér, ugye? Áj, gyönyörű. Igen, hát ha így összeadjuk, ma már nem sok mindent adnának ennyiért. De súlyra sem. Hát ugye sorban szépen úgy látom, hogy... 10 fillér, 20 fillér, 50 fillér. 20, 50, és akkor mindjárt az 1 forint. Hát egy fagylaltot azért adtak az én időmben ezért az 50 filléresért. Azért ez nem kis pénz volt.
láthatólag. Igen, hát néhány fillér az itt megismétlődik. Hú, egy valami, hát ez szintén 50-es, igen, és van egy nagyobb 10 forint. Gyönyörű. Érdekes. Úgyhogy ennyi volt mára. Szerintem ezzel a bontás nagy részét befejeztük. Ha lesz még bontás, akkor azok nagyon-nagyon pici és eseti dolgok lesznek. Kijelenthetjük, hogy nem lepődünk meg most már semmin. Nem, de azok már csak eseti dolgok, tehát az tényleg, ami hirtelen közben jön. Ez követi a javítás, és igen, akkor a javításról még majd lesz mit beszélnünk. Így van, úgyhogy szerintem haladunk tovább, és már visszafele fogunk építkezni. Úgyhogy ennyi volt mára, ezt szerettük volna mutatni, hogyha tetszett, akkor mindenképpen lájkoljatok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!